A tavaszi idény legjobbja a BKV előre látogatott Győrbe, és igazolva jó hírét rögtön egy helyzettel indította a mérkőzést. Pogacsics Krisztián, az Eto kapus azonban szépfetődéssel hárított. Ezután egy a mérkőzés képét döntően befolyásoló szituáció következett. A kilépő Mervót utolsó emberként Nyárasdi buktatta, aki Szilasi játékvezetőtől piros lapot kapott. A BKV-nak több mint egy órát kellett ember hátrányban futballoznia. Az ember előny azonban az első fél időben csak kapufát hozott a győrieknek. Az alkalmi center Mervó Bence találta telibe a jobb kapufát. A második fél idő eleje aztán nem várt fordulatot hozott. A hatalmas szélben a BKV gyors kontrát indított, szinte a kezdő sipszó után, és a kilépő Schmidt nem csak lövőhelyzetbe került, be is tudta venni az Eto kapuját. A fővárosiak tehát ember hátrányban megszerezték a vezetést. Ráadásul a zöldféreknek azért is nehéz dolguk volt, mert az első 25 fordulóban ellenfelük mindössze 17 gólt kapott, így extra megoldásokra is szükség volt, mint itt Illés ollózás esetén. Ahogy telt az idő, a fővárosi csapat úgy húzódott, ha lehet, még közelebb a saját kapujához, és sokáig úgy tűnt, hogy ez eredményre is vezethet. Aztán, amikor Jeklő Antal egy újabb csatárt küldött harcba, megtört a jég. A 18 esztendős Farkas Zoltán, aki az U19-es válogatottnak is az egyik alapembere, a védők szorításában a labdához fért és kiegyenlítette az állást. És itt még nem volt vége. A nyári Európa-bajnokságra készülő valamennyi játékos jól teljesített. Mervó, Pongrácz vagy Lenzsér ismét húzóember volt, utóbbi még egy szólóra is vállalkozott, ebből is Farkas szerezhetett volna gólt, de a visszafutó védő az utolsó pillanatban itt még tisztázott. Aztán az utolsó negyed órában a Fejér Miklós díjas csatár még kétszer is betalált. Előbb egy baloldali beadás bólintott a hálóba, majd nem sokkal ezután összejött a mesterhármas is, mindössze 13 perc leforgás alatt. A Győr Eto FC 3-1 arányban legyőzte a BKV előrét, és újra bejelentkezett az NB3 nyugati csoportjában az ezüstéremért.